főbb híreink. A költségvetés köszöni szépen, jól van, mondta Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában. Magyarország fantasztikus eredményeket ért el a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben, mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Bécsben. Egy magasrangú amerikai kormányzati tisztviselő úgy véli, hogy a közeljövőben nagyon valószínűtlen az iráni nukleáris megállapodás újjáélesztése. Észak-Korea akár nukleáris fegyvert is képes bevetni egy esetleges támadás esetén Kim Jong-un észak-koreai vezető szerint. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. A költségvetés köszöni szépen, jól van, mondta Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy egy költségvetést jónak vagy rossznak ítélnek meg, sokkal inkább az, hogy azt elfogadják-e a képviselők vagy nem. Az elnök kijelentette, természetesen az idei tervezést jelentősen befolyásolta a háború, az energiaválság, valamint az a recesszió, amit már érezni lehet. Mindezek ellenére a jelenlegi tudás szerint a számok tarthatóak, de persze nem könnyű előre látni. A KT vezetője azt is elmondta, a költségvetést egy hosszú tervezési folyamat előzi meg. Azt is kijelentette a szakember, hogy az általa vezetett testület számára biztosítva van az a jog, hogy a parlamenti benyújtás előtt vétót emelhetnek a költségvetés kapcsán. Mint megegyezte, tárgyalások, egyeztetések előzték meg a tervezet benyújtását. Ő maga is többször találkozott a miniszterelnökkel és a pénzügyminiszterrel. Kovács Árpád szerint az is fontos, hogy a költségvetésben fel kell készülni a váratlan helyzetekre. Ezt a kormányzati szereplőknek, de a parlamenti képviselőknek is elmondta, igenis kell a havária helyzetekre is választ találni. Arra a felvetésre, hogy ugyan a költségvetésben szerepelnek bevételek, de mi van akkor, ha ezek nem érkeznek meg, a szakember úgy felelt. A legrosszabbtól, a csődtől Magyarország nagyon-nagyon messze van. Szerencsére Magyarország gazdasága egy növekvő pályán van, idén elég jelentős lesz a gazdasági növekedés, tette hozzá. Most már az is kérdés, hogy lesz-e egyáltalán elég gáz Európában. Egyre nagyobb figyelmet kapnak a gáztárolók, mondta Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára a közösségi oldalán közzétett videóban. Közölte, Magyarország földgáztárolói a teljes évi fogyasztáshoz képest 29%-os töltöttségi szinten állnak, míg az uniós átlag 18%. Gyakran hivatkoznak magasabb töltöttségi arányjal rendelkező országokra, de ez csalóka lehet, mert Csehországban például 80%-os a töltöttségi szint, de ott 45%-kal kisebb a kapacitás, mondta Dömötör Csaba. Megjegyezte, az, hogy vannak magyar tulajdonban lévő gáztárolók, egyáltalán nem magától értetődő. Dömötör Csaba elmondta, hogy az E.ON-tól visszavásárolt gáztározó kapacitása akkora, mint a teljes éves magyar lakossági gázfogyasztás. Magyarországon 5 nagy gáztározó van, és ha ezeket együttesen nézzük, Európában Magyarország rendelkezik az egyik legnagyobb tárolókapacitással. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportja azt kérdezi Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy hol marad az általa megígért lakásrezsi támogatás. A fővárosi közgyűlés kormánypárti frakciója a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, Karácsony Gergely a 2019-es főpolgármesterin kampányában azt ígérte, hogy a fűtési szezonban lakásrezsi támogatást ad a rászoruló nyugdíjasoknak és kisgyerekes családoknak 20 000 forint értékben. A budapesti Fidesz-KDNP szerint a főpolgármester nem tartotta be ezt az ígéretét, és most az energiavészhelyzet idején közösségi posztjában érdemi segítséget követel a kormánytól. A főpolgármester csupán zöld tanácsadást kínál az érdeklődőknek, ami nem több, mint hiperpasszív látszat intézkedés, fogalmazott a kormánypárti frakció a bejegyzésben. Azonnali intézkedéseket tart szükségesnek az LMP a zöld fordulat érdekében. Bakos Bernadett, a párt országgyűlési képviselője elmondta, szükségesnek tartják a többi között a Paks 2 szerződés azonnali felmondását és az arra szánt források átcsoportosítását megújuló energiatermelésére. Kijelentette, a paksi bővítés orosz hitelből épülne, orosz technológiával, ami tovább növelné az ország függőségét Oroszországgal szemben. Külföldi híreink. Magyarország fantasztikus eredményeket ért el a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben, és ebben a mi kormányunk különösen is élen járt,
mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Bécsben. A kormányfő Karl Nehammer osztrák kancellárral találkozott, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte, zéró tolerancia van Magyarországon, jogilag is üldözendők az ilyen cselekmények, és a politikai közbeszédben sem lehetségesek. Ezért kértem a kancellár urat, hogyha bármi érzékeny történelmi vagy intellektuális szellemi természetű kérdés kerül elő, és kétségek vannak, akkor mindig egy kulturális koncepció szerint értelmezze a Magyarországról jövő híreket. Hangsúlyozta, Magyarországon biológiai alapú megközelítése semmilyen politikai kérdésnek nem lehetséges. Ami lehetséges, az a kulturális alapú megközelítés. Kijelentette, én vagyok talán az egyetlen nyíltan bevándorlás ellenes politikus az egész Európai Unióban. Tehát én nem ravaszkodok, nem utalok és nem kerülgetem a forrókását. Ennek az álláspontnak nem biológiai alapjai vannak, ez nem faji kérdés a mi számunkra, ez kulturális kérdés, egész egyszerűen civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogy az most van, fogalmazott Orbán Viktor Bécsben. Egy magasrangú amerikai kormányzati tisztviselő úgy véli, hogy a közeljövőben nagyon valószínűtlen az iráni nukleáris megállapodás újjáélesztése. A Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsa közel-keleti koordinátora Brett McGurk múlt héten egy szakértőkből álló Atrusz csoporttal való beszélgetése során fejtette ki a 2015-ös nukleáris megállapodás újjáélesztésével kapcsolatos várható fejleményeket, jelentette amerikai forrásokra hivatkozva Barak Ravid, a Wallahaber híroldal újságírója. A Fehérház nem kommentálta a kiszivárogtatott híreket. McGurk a tájékoztatón állítólag azt mondta, hogy az irániak döntésképtelenek az ügyben, ami azért lényeges Ravid szerint, mivel a nukleáris tárgyalásokkal kapcsolatos holdpont áttörése valószínűségének csökkenése növeli a Biden adminisztrációra nehezedő nyomást egy B-terv megfogalmazása érdekében. Az egyik kényes pont Irán azon követelése, hogy az Egyesült Államok vegye le az iszlám forradalmi gárdát a nemzetközi terrorszervezetek listájáról, amit az amerikai elnök mindeddig megtagadott. Ilyen módon azzal kapcsolatban, miszerint a teheráni vezetés az Egyesült Államoktól várná el, hogy ösztönzésképpen adjon hozzá valamit az Ali Khamenei Ayatollah való megegyezés érdekében, a Nemzetbiztonsági Tanácsadó szerint mi ezt nem fogjuk megtenni, ezért a közeljövőben nagyon valószínűtlennek tűnik az egyesség. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtök reggeli beszédében kijelentette, hogy Ukrajna egy független, szabad és megbonthatatlan állam, és mindig az is lesz. Az ukrán államiság napját most először nemzeti ünnepként köszöntve Zelenszky gratulált honfitársainak az országot támadó orosz erők elleni szabadságharcukért. Ukrajna nem adja fel, szögezte le, kijelentve, hogy az orosz csapatok csütörtök hajnalban is több rakétatámadást intéztek ukrán célpontok ellen. Zelenszky beszámolt róla, hogy az immáron több mint 5 hónapja zajló háború következtében az ország területének mintegy 20%-a orosz ellenőrzés alá került. A nyugathoz szólva egyúttal további nehéz fegyvereket kért a támadások leveréséhez és a megszállt területek felszabadításához. Észak-Korea akár nukleáris fegyvert is képes bevetni egy esetleges támadás esetén Kim Jong-un észak-koreai vezető szerint, akinek szavait a kommunista ország állami hírügynöksége idézte csütörtökön. A két Korea közötti fegyverszünet 69. évfordulója alkalmából elmondott beszédében az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy Pyongyang ellenségei a háború szélére sodorják a két Koreát, egyúttal most először bírálta Dél-Korea májusban beiktatott elnökét, Yoon Suk-yeolt is. Kim szerint Yoon Suk-yeol észak-koreai biztonságát fenyegeti, és elvitatja Pyongyang önvédelemhez való jogát. A vezető emellett ismét éles szavakkal illette az Egyesült Államokat is, amely szerinte Szöullal karöltve folytatja veszélyes, törvénytelen és barátságtalan műveleteit, valamint azt vetette Washington szemére, hogy démonizálja Észak-Koreát. Szeptembertől tilos lesz elektromos rollerekkel járdán közlekedni, jelentette be a svéd kormány. A járdán száguldó elektromos rollerek már sok helyütt régóta problémát jelentettek. Most ez véget ér, nyilatkozta Tomás Enerot, svéd infrastruktúrális miniszter a rendelet bejelentésekor. A szeptember 1-től hatályos szabályok értelmében pénzbírsággal büntethetik az elektromos rollerre járdán közlekedőket, de ugyanígy szabálytalan lesz a rollereket járdán vagy bicikli úton leparkolni. Gazdasági híreink.
Régóta nem volt ilyen magas a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Júniusban 4.740 ezeren dolgoztak, ami az előző évhez képest közel 50 ezres növekedést jelent. Kutnyánszky Zsolt, az iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár a Technológiai és Ipari Minisztérium közleményében kiemelte, karnyújtásnyira került a teljes foglalkoztatás hazánkban. A munkanélküliségi ráta 3,2%-ra mérséklődött, aminél alacsonyabbat még nem mért a Központi Statisztikai Hivatal az elmúlt 3 évtizedben. A koronavírus járvány elmúlt hullámait, illetve az orosz-ukrán háború kihívásait mindez idáig jól vészelte át a munkaerőpiac, amelyet támogattak a kormány munkahelyek megőrzését, valamint újak létrehozását ösztönző intézkedései is. A hazai elsődleges munkaerőpiacon változatlanul rekordmagas, 4,5 millió főt meghaladó a munkába állók száma. Az elmúlt 3 hónap átlagában a munkába állók száma 4 millió 693 ezer főt tett ki. A 15 és 64 év közötti népesség foglalkoztatási rátája 74,3%-ra javult, ami a rendszerváltás óta mért eddigi legmagasabb érték. További információt a hetitv.com vagy a brayerpress.com oldalon olvashatnak. Most pedig pár mondat az időjárásról. Ma tovább fokozódik a meleg és a füllettség. Este változó felhőzet mellett elszórtan, de egyre több felé alakulnak ki záporok. A hőmérséklet jellemzően 24-38 fok között alakul. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!